Mindössze néhány száz szavazat előnyre tett szert Krisztimir Pántic, a Sripska, a szerb polgári kezdeményezés jelöltje, Oliver Ivanović, a szociáldemokrata párt jelöltjével szemben. A hétvégén megtartott megismételt választások incidens nélkül zajlottak le. A szavazóhelyeken 5231 polgár adta le voksát, míg 997 szavazat feltételes, mivel a szavazók neve nem szerepelt a szavazókörzetek névjegyzékén, amelyeken megjelentek. Ezek a szavazatok módosíthatják az arányokat, de a két jelölt második fordulós részvétele már biztosra vehető. Az előzetes megbeszélésekkel ellentétben nem Koszovszka-Mitrovicán végzik a szavazatok számlálását, hanem Koszovópoljen. A szerb listák képviselői értetlenségüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a koszovói rendőrség, a KFOR és az EULEX a nap folyamán biztosítani tudta 27 szavazóhely biztonságát három szavazókörzetben, de a mitrovicai szavazatszámlálásét már nem. A Koszovói Központi Választási Bizottság egyik tagja szerint a szavazás incidens nélkül zajlott le, tisztán és megfelelően. A szavazóhelyek 19 órai zárásáig semmiféle rendellenesség nem történt. Véleménye szerint ezután történtek kétes dolgok, amelyeket folyamatosan szemmel tartottak. Catherine Ashton, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn elégedettségének adott hangot, amiért sikeresek voltak a megismételt választások Koszovszka-Mitrovica északi részében. I am pleased to see the preliminary results coming through from Mitrovica North from the rerun of elections which went peacefully and we look forward to hearing properly the exact nature of the results, but this is an important part of the moving forward of Serbia and Kosovo. Krisztimir Pántic polgármester jelölt nem tartja biztosnak egyelőre, hogy elfogadja az eredményeket. Úgy véli, a másik jelölt, Oliver Ivanović, az albán pártok koalíciójával venni át a hatalmat Koszovszka-Mitrovicán. Mindezt Ivanović cáfolja, aki szintén elégedetlen a választási eredményekkel.